Moha meséi Hegyke elkésései egy télvégi reggelen osztálytársammal Bérci Bercivel az iskola felé lépegettem. Egyszer csak megpillantottuk hegyke aki akkoriban arról volt nevezetes, hogy majdnem minden nap elkésett az iskolából. Hiába kérleltük, hiába korholtuk, hiába mentünk érte reggelente, elmaradt tőlünk, ácsorgott, bámészkodott, játékba elegyedett és újból és újból elkésett. Ezen a télvégi reggelen a befagyott pocsolyákon csúszkált. Mi persze odaszóltunk neki. Gyere velünk, hegykepőgyke, mert ma is elkésel. A hegyke szó nem véletlenül került hegyke pötyke nevébe. Hány vetén válaszolt most is? Késik az eszetek tokja. Előbb leszek ott, mint ti. Időnk sem volt rá, hogy hosszasan nyaggassuk, de bántott a hegykesége is. Ha nem akar jönni, akkor maradjon. Persze már javában tanultunk aznap is, amikor felhangzott a folyosón a csizmája szaladó kopogása. Hegykepötyke, mint mindig, éjjel tábrázattal rontott be az ajtón, és futástól lihegve mentegetőzött. Nem tehetek róla, tanító bácsi, én igazán úgy szaladtam, ahogy csak bírtam. Mosolygós bácsi megcsóválta a fejét. Hányszor mondtam már, hogy nem szaladni kell. Időben kell elindulni, és nem szabad ácsorogni útközben. Ilyen fagyos időben el is csúszhatsz, ha szaladsz, és baj érhet. Másnap Bérci Berci meg én jóval korábban indultunk a szokottnál, és meglepetésünkre útólértük hegykepötykét. Ilyen korán? Te is? Ez derék? Papírcsónak úszott a lejtős árokban, azt követte hegykepötyke parton futó kapitányként, és hamarosan eltűnt az útkanyarulatban. A hajó azonban csak egy darabig száguldott. Később kézzel kellett pótolni a gőzt, és hegykepötyke ismét negyed órával később rohant be a terembe, lihegve és ijetten. Négy-öt nap múlva pedig csúcsot döntött az elkésésben. Már vége felé járt az első óra, amikor beszáguldott. Belőlünk tüstént kirobbant a hahota. Nem a nagy késés miatt, hanem azért, mert bal kezében egy szál kökörcsint tartott, jobb kezével meg egy szürke kis cicát szorította melléhez. De nem csak a cica volt szokatlan, hanem hegykepötyke viselkedése is. Ezúttal ijettség nélkül, sőt, büszkén mondta a tanítóbácsinak. Ma igazán nem vagyok hibás. Keresnem kellett útközben egy cicát. Azt tetszett mondani, hogy tanulmányozzuk a növényeket, meg az állatokat. Tessék megsimogatni egy ujjal ezt a kökörcsint, aztán a cicát itt a, a füle mögött. Felfedeztem, hogy mind a kettőnek ugyanolyan finom bundácskája van. Mosolygós bácsi úgy nevetett, hogy még a könnye is kicsordult, de amikor minnyáján lecsillapodtunk, dorgálva mondta. Hát persze, hogy elkésel, ha iskolába jövet ilyesmikkel piszmox. Ez nem mehet így tovább. És hozzám fordult. Rád bízom ezt a cica szakértőt, moha. Legyen rá gondod, hogy soha többé ne késsen el. Hegyke pötyke morcosan pillantott rám, de utasításomra délben megvárt a kapu előtt, és együtt indultunk haza. Volt egy időszak, amikor én is rendszeresen elkéstem az iskolából. Tudtam, hogy ő maga is szenved a rendetlenségétől, töprengtem hát, hogy hogyan segítsek rajta. Hallgattam. Fogalmam sem volt róla, mit kellene tennem. Menjek érte minden reggel. Az nem sokat ér. Neki magának kell ügyelnie arra, hogy elnekéssen. És, mintha csak a gondolatomra válaszolt volna, azt mondta. Azt hiszed, én nem szeretnék pontos lenni? De mindig közben jön valami. És nem is olyan nagy baj ez a, ez a kis elkésés. Most már tudtam, hogy mit kell mondanom. Bólogattam. Persze, nem olyan nagy baj. Az sem nagy baj, hogy nap-nap után kelletlenül ébredsz, mert bánt, hogy későn este csúnyán, gírbe írtad meg a leckédet. Kedvetlenül üldögélsz az ágyad szélén. Aztán üt az óra. Vagy unszol édesanyád, és kapkodva öltözködsz. Lekéstél a vidám friss felkelés öröméről. De hát ez sem nagy baj. Egy rám sandított, aztán rántott egyet a vállán. Ha, nem hát. Folytattam. Ebéd után nem ülsz neki a leckédnek, hanem lézengsz, kimész a játszó rétre, de ott bujkál benned a gondolat, nincs kész a leckéd. Nem játszol olyan jó esően, gondtalanul, mint játszhatnál. Nap-nap után lekésel a játék öröméről is. De ez sem olyan nagy baj. Most már bizonytalanabbul, de kevésbé hegykén vágta rá. Nem hát. Egyszerre csak alkonyodni kezd és megdöbbensz. Megint vacsora után álmosan kell leckét írnod. Futva mész haza, le is ülsz, de csak egy fél sort írsz meg. Képes könyvet veszel elő és nézegeted. De nincs köszönet benne, folyton az jár az eszedben, hogy a leckeírás még hátra van. Lekéstél tehát a jóleső, nyugodt képnézegetésről is. De ez sem nagy baj. Most már csak suttogta hegykepütyke. Nem, hát. Vacsora után végre megírod a leckéd. De álmosan, kelletlenül, gírbegurbán. Hát lekéstél a tanulás öröméről is. De ez sem nagy baj. Most már a torkának adta, nem hát, hallgatott. Tovább soroltam. Aztán lefekszel, de nem érzed, hogy jól töltötted a napot. Nem vagy elégedett önmagaddal, lekéstél arról is. De ugye ez sem nagy baj. Hegyke pötyke szomorúan bámult maga elé, aztán csodálkozva azt kérdezte. Honnan tudod ezeket rólam, moha? Éppen egy vadkörtefa alatt álltunk. Felmutattam az egyik ágára. Hm, milyen gyümölcs fog teremni ezen az ágon? Ismét csodálkozott, és azt felelte: Hát könnyű tudni, hogy vacskor. Egy másik ágra mutattam. És azon az ágon? Most már elmosolyodott Hát azon is vackor. A vackorfa minden ágán vackor terem. Úgy van, hegykepötyke. Innen tudom hát, hogy aki tanításról elkésik, elkésik másról is. Ha egyik ágadon vackort teremsz, nem gyümölcsözhetsz más ágadon aranyalmát. Nekés hát el soha többé, sem a tanításról, sem egyébről. Ne élj ilyen bolond módra. Ezt azonban sokkal te is morcosan az dünnyögte. Nem élek én, nem élek én azért éppen bolond módra. Úgy tettem, mintha nem hallanám a dünnyögését, és arról kezdtem beszélni, hogy le kell vinnem egy levelet délután Nógrád verőcére. Sürgős levél édesapám írta Budapestre, fel kell adnom az öt órai vonatra. Hegyke, pötyke szeme felcsillant. Hi, veled mehetek? Nagyon szeretem nézni a vonatokat. Hát, ha megígéred, hogy szót fogadsz nekem az úton, jöhetsz. Megígérem! Akkor gyere értem négy órára. Ott volt pontosan, és unszolt, hogy siessünk. Aggódott, hogy rövid az idő, elmegy a vonat, mire az állomásra érünk. Éppen ezt az unszolást vártam, s én készségesen mondogattam. Akár futhatunk is. Szaladtunk hát, de vagy háromszáz méter után megálltam. No, üljünk le, pihenjünk egyet. Hegyke pötyke nagyot nézett, de ő is kénytelen volt leülni. Figyelmeztettem, hogy megígérte, hogy szót fogad. Ültünk tehát, és nyugodtan beszélgettem mindenféléről. Hegyke pötyke persze hamarosan nyugtalankodni kezdett. Jaj, moha, lenekésük a vonatot, induljunk már! Tüstént felugrottam. Jaj, igaz, valóban szaladjunk hát! Futottunk megint vagy 200 métert, és akkor ismét leültem. Pihenjünk! Hegyke pötyke kétségbe esetten a fejéhez kapott. Jaj, moha, nem fogom látni a vonatot, miért pazaroljuk az időt? Majd futással pótoljuk. És beszélgettem megint mindenféléről. A következő futáskor már 50 méter után ültem le. Hegyke pötyke pedig majd kiugrott a bőréből. Verőcéig még ötször-hatszor leültettem, s futtattam felváltva. Húztam az időt, hegyke-pögyke pedig egyre nyugtalanabb és rémültebb lett, hogy nem láthatja a vonatot. Sikerült is, amit akartam. Amikor beértünk Nógrád verőcére, az első házak közé, felsivított a falu túlsó végén a vonatfüttye. Most már csak repülve érhettük volna el. Hegykepügyke írtózatos dübegurult. Elkéstünk miattad, mert ilyen bolond módra jöttünk. Színlelt álmélkodással kérdeztem. Azt mondod, hogy bolond módra? Azt hát, egyszer futva, egyszer ülve. Ahelyett, hogy rendesen jöttünk volna. Csak lépegetve, de folytonosan. Most már elmosolyodtam. No, ugye, hogy, -e, hogy igazon volt, barátocskám? Ugye, hogy bolond módra él, aki hol ücsörög, ácsorog, tényfereg, lézeng, hol meg száguld. Jól mondtad, hogy mi a helyes. Lépegetve, de folyamatosan. Így éj ezen túl is. Hegykepötyke most bámul csak igazán nagyot. Hát azért jöttünk így. És a sürgős levél? Nevettem. Nincs sürgős levél. Az volt a sürgős, hogy megtanuld, miként élj ezentúl. A vonatot majd vasárnap megnézzük. Induljunk haza. Most már ő is nevetett, és megindultunk vissza az erdő felé. Nem ücsörögve, ácsorogva, s nem is rohanva. Lépegetve, de folytonosan. Jó éjszakát, gyerekek!